Lehet-e a mai magyar közéletben Izraelt kritizálni? Illetve, még ennél is fontosabb kérdés, lehet-e a mai magyar közéletben Izraelt úgy kritizálni, hogy valakire ne süssék rá az antiszemita billogot? Lehet-e úgy beszélni az izraeli-palesztin konfliktusról, hogy nem érzelmektől átfűtve, emocionálisan beszélünk róla, hanem csak tény alapon? Lehet-e úgy beszélni erről a konfliktusról, hogy a híreket megszűrve megpróbáljuk csak a puszta tényeket figyelembe venni, és ez alapján értelmezni a történteket? Lehet-e a terrorizmus fogalmát? az antiszemitizmus fogalmát, az anticionizmus fogalmát, az etnikai tisztogatás fogalmát, a genocidium fogalmát megnevezni, és az alapján eldönteni, hogy egyik vagy másik fél megfelele ennek a definíciónak. Én erre teszek kísérletet ebben a megszólalásomban. Ugyanúgy, ahogyan az orosz-ukrán háború kapcsán a kattintás vadász. Fősodratú médiától megpróbálok távolságot tartani és megvizsgálni azokat a forrásokat, amelyek számomra megbízhatóak. Őszintén szólva, én nem hiszem el se azt, amit az ukrán kormány állít a háború kapcsán, se. Amit az orosz kormány állít a konfliktus során, mivel mindegyiknek érdekében áll, hogy ferdítsa a valóságot, ugyanez vonatkozik az izraeli palesztin konfliktusra. Nyilvánvalóan a Hamasnak semmit nem lehet elhinni, és nyilvánvalóan az izraeli kormány is próbálja, úgy szűrni, úgy csűrni, csavarni a történések adatait, a történések menetét, hogy az előnyösebb színben tüntesse fel őket. Így azt gondolom, hogy független forrásokat szabad csak megvizsgálni mindegyik konfliktusnak az esetében, és mik ezek, mik tekinthetőek hiteles forrásnak egy ilyen konfliktus során. Én úgy gondolom, hogy a helyszínen lévő, humanitárius szervezetek. Ebben az esetben a Human Rights Watch, az Amnesty International és a Betsalem. Én ezt a hármat vizsgálom meg, amikor valamilyen esemény kapcsán, például az izraeli palestin konfliktus kapcsán valamilyen információra szükségem van, vagy azt gondolom, hogy érdemes arra ez az információ, hogy utána nyomozzak, és ez alapján próbálom tény alapon a saját véleményemet megállapítani. Az érzelmeim kizárásával nyilvánvalóan emocionálisan meglehetősen túlfűtött ez a konfliktus, ugyanúgy, ahogy az orosz-ukrán konfliktus is, de azt gondolom, hogy felelős értelmiségiként rá kell szánni ezt az időt és az energiát. Ha valaki nem akarja a fősodratú média általi mocskot fogyasztani, és abból véleményt formálni. Igazából az egész mondandómat az ATV-n látható csat kettőben lévő beszélgetés vita indukálta, ahol Gödri Bulcsú és Somogyi Zoltán két másik meghívottal vitázott ugye négy témáról, ahol az egyik az izraeli-palesztin konfliktus volt, és én döbbenettel néztem ezt a vitát, és döbbenettel követem a magyarországi közvélekedést is ezzel a konfliktussal kapcsolatosan. Furcsa azt látni, hogy csupán egyetlen egy álláspont van és elfogadható ezzel a konfliktussal kapcsolatosan, és nekem nem az a célom, hogy a másik oldalt bemutassam, ezt szeretném előre leszögezni. Én nem vagyok érdekelt se a muszlim oldalon, se a zsidó oldalon, engem csak az igazság érdekel. A világon zajló mai konfliktusok közül ez a leginkább a megoldhatatlan, és ez a, talán a legrégebb óta elhúzódó, és a jövőben is arra lehet számítani, hogy ez az a konfliktus, aminek nem lesz belátható időn belül megoldása. Ezért is tartom fontosnak, hogy megpróbáljunk erről árnyaltan gondolkodni, és mindjárt az elején, hat definíciót szeretnék tisztázni majd egy rövid áttekintőben történelmi kontextusba helyezni nagyon nagy vonalakban a az utóbbi 20 év eseményeit felvázolni, majd ezen átévés vitából egy-két szöszenetet kivenni és megnézni, hogy miért is beteg a magyar közélet. Hogyan gyűrűzött be ide is, az eltörlés kultúrája, vagy a nemülök levele egy asztalhoz beszélgetni, vagy az átülök a másik oldalra, mert nem értek egyet a mellettem ülő vita partnerrel. Na nagyon fontos az elején a terrorizmus, az antiszemitizmus, az anticionizmus, az apartheid, az etnikai tisztogatás és a genocídiumnak a fogalmát tisztázni. Először is terrorizmusnak az minősül, ha valamilyen szervezet megfélemlítés véget végrehajt egy támadást a polgári vagy civil lakosság ellen. Ez a definíció ugye teljes mértékben passzol a Hamas tevékenységére. Itt úgy gondolom, hogy nyugati világban erről nem érdemes vitát nyitni, vagy aki erről vitázna, az nagyon-nagyon téved ebben. És mielőtt még Pierce Morgan berontana ide a stúdióba, és nekem szögezni a kérdést, hogy elítéled a Hamaszt, elítéled a Hamaszt. Igen, elítélem a Hamaszt abszolút mértékben, és szerintem mindenféle terrorcselekmény az az emberiség rákja, és minden rákos daganatot érdemes kivágni a lehető legkomolyabb precíziós fegyverekkel, illetve rakétákkal. Ilyen értelemben teljes mértékben támogatom azt, hogy Izrael védje meg magát. És hogy jogos az ő önvédelme, ameddig ez önvédelem, és nem pedig támadás de erről majd később. Második definíció az antizionizmus, amely nem más, mint Izrael, mint zsidó állam fennállását ellenző nézet. Nos, ebbe is azt gondolom, hogy teljes mértékben passzol a Hamász, teljes mértékben kimeríti a Hamász az antizionizmus fogalmát, és azt lehet mondani, hogy a palesztin népesség egy része is úgy gondolom, hogy jelentős része a palesztinoknak, de talán azt is lehet mondani, hogy a palesztinok többsége, vagy az összes palesztin ugye úgy gondolkodik Izrael államról, hogy nem szabadna létezniük. Ezt azt gondolom ki lehet jelenteni magabiztosan. Menjünk tovább. Harmadik definíció az antiszemitizmus. Ez fajelméleti alapon álló gyűlölet a zsidóság iránt, zsidó gyűlölet, zsidó ellenesség. Azt gondolom, hogy a Hamász ezt is teljes mértékben kimeríti, és a palesztin lakosság egy része is. Na most ezt nem tudom megállapítani, hogy a palesztinok mekkora százaléka antiszemita. Valószínűleg nem a kisebbség, de én azt maga biztosan nem tudom állítani, hogy a palesztinok többsége antiszemita lenne. Ezt nem tudom megítélni. A negyedik fogalom az apartheid, amely azt jelenti, hogy színes bőrű lakosság teljes elszigetelése a fehér kisebbségtől. Ez ugye Dél-Afrikában jelent meg először, és azt gondolom, hogy Izraelre is teljes mértékben ráhúzható ez a fogalom, csupán annyiban kell módosítani a definíciót, hogy az arab lakosság teljes elszigetelése a zsidó lakosságtól. És a telepes mozgalommal, Gáza blokádjával kapcsolatosan magabiztosan kijelenthetjük, hogy Izrael állam egy apartheid államot működtet. Következő fogalom az etnikai tisztogatás, ez már egy hosszabb definíciót érdemel meg, mi szerint. Egy etnikai csoport, gyakran kisebbségi csoport, erőszakos és céltudatos elüldözése egy területről, amely egy rivális, az adott terület teljes ellenőrzésére igény tartó etnikai csoport, gyakran a többségi csoport, ellenőrzése alatt áll. Az etnikai tisztogatás célja etnikailag homogén területek létrehozása. Nos, azt gondolom, hogy ennek a definíciónak is megfelel Izrael állama. A most bekövetkezett október 7 i terror merényletek után, ugye Izrael politikáján jól láthatjuk az, hogy a gázai övezetet szeretné kiürítetni, vagy legalábbis kezdetben lefelezni. Az amúgy is nagyon pici területet, amely 5 x 25 mérföld nagyságú, ahol 2,3 millió lakos él, ennek több mint 70%-a menekült, akiket megfosztottak a földjéktől, és több mint 50%-a gyerek. Ezt a gázai övezetet megpróbálták Egyiptom felé evakuálni, kiüríteni, de az egyiptomi állam nem vállalta be azt, hogy palesztin menekülteket befogadjon az országába. Nem akarta azt a felelősséget magára venni, hogy ott a Sínai Félszigeten, az egyiptomi sivatagban kelljen neki, felelősséget vállalni 2 millió 300 ezer palesztin iránt. Pedig Netanyahu és a jó Anthony Blinken, ugye az Egyesült Államok külügyminisztere elment tárgyalni az egyiptomi elnökkel nem tudom, hogy ki hallott erről, és az egyiptomi nagyon-nagyon komoly kölcsönöket hajlandóak lettek volna elengedni. Ha az egyiptomi elnök úgy dönt, hogy befogadja ezeket a menekülteket, de még ezt a nagyon nagy lelkű ajánlatot sem volt hajlandó elfogadni az egyiptomi elnök. Ebből is látszik, hogy mennyire nem szolidáris egyébként? Még az arab világban Egyiptom sem a palesztinokkal szemben, és hogy. Mekkora tehertételt jelent ez igazából mindenkinek, ez a konfliktus, és hogy ezt inkább nem akarja magára vállalni még az elvileg testvérinek számító szomszédos muszlim állam sem. Az utolsó definíció pedig legyen a genocidium, amely úgy szól, hogy a népirtás vagy genocidium bizonyos bűncselekményeknek valamely nemzeti, etnikai, fai vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával történő elkövetését jelenti. Nos, én most nem véleményt fogok mondani, hanem tényalapon megvizsgálom azt, hogy mi történt az utóbbi egy-két évtizedben, és ez alapján azt gondolom, hogy még ez a fogalomkör sem áll messze az izraeli államtól. Sajnálatos módon. Tehát a helyszínen lévő humanitárius szervezetek jelentései és vizsgálatai alapján Human Rights Watch, Amnesty International, Betselem alapján azt lehet mondani, hogy az október 7-i terrortámadás óta ebben a körülbelül 6 hétben több gyermeket öltek meg Gázában, mint a világon az összes többi háborús övezetben összeadva az utóbbi három évben. Tehát, ha az összes háborús konfliktusát nézzük a világon, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben, akkor is ezekben a háborús konfliktusokban kevesebb gyermek halt meg, mint az elmúlt 6 hétben Gázában. Ez egy sokkoló adat volt számomra, de teljesen nyilvánvalóan ez az adat önmagában nem ment fel senkit, semmiféle terrorcselekmény alól. Én nem is ezt akartam sugalni, csupán megegyeztem, mert erről biztosan nem szólnak a magyar híradások. És egyébként a külföldiek sem. Szerintem minél többet tud valaki egy történelmi vagy egy aktuális eseményről, annál kevésbé lehet sarkosan kijelenteni egy valamit ezzel az eseménnyel kapcsolatosan. Minél több információnk van a történtekről, annál árnyaltabban tudjuk nézni a viszonyokat. Amikor kitört az orosz-ukrán konfliktus, akkor én nagyon fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy mi is Vladimir Putyinnak és az ő Oroszországának a Kassus mi a fő kiváltó ok? Ez a félelem a nyugati expanziótól, a NATO terjeszkedéstől és attól, hogy meg fogják támadni őket. Nos, én ezt nem tartottam egy jogos indoknak, de nagyon fontosnak tartottam azt, hogy megvizsgáljam ennek igazságtartamát. Erről elolvastam több könyvet is, és egyébként a történelmi podcastemben csináltam erről egy három órás podcastet, akit érdekel, az hallgassa meg, ez volt a 27. epizód, és itt is az izraeli palesztin konfliktusba nagyon fontosnak tartom, hogy történelmi kontextusba elhelyezzük az eseményeket, de most nem akarok visszamenni egészen 1948-ig, és Krisztus előtt 1200-ig sem, most ebben a rövid kis áttekintésben azt gondolom, hogy 2000 Öttől meg lehet nézni az eseményeket. Csak röviden néhány pontban. Itt egy könyv végén, amit olvastam, van egy összefoglalás, ami kronológiailag megmutatja, hogy ennek a konfliktusnak mik a főbb sarokpontjai, és azt gondolom, hogy 2005-től nagyon érdemes ezt egy-két pontban áttekinteni. 2005-ben történt ugyanis az, hogy Izrael kivonta csapatait és telepeseit a gázai övezetből. Ez ugye Ariel Sharonnak volt a politikai húzása, az akkori izraeli elnöknek, és azóta lehet elmondani, hogy gyakorlatilag zsidók nincsenek a gázai övezetben. Azóta csak palesztinok lakják. Sokan el szokták mondani, vagy hát ez egy ilyen központi narratíva, és ez igaz is, hogy a Hamász az a sáriát akarja érvényesíteni, iszlám fundamentalisták, és itt egy vallási háborúról van szó, de szerintem nagyon fontos az izraeli oldalnak is a vallási aspektusát megvizsgálni, és itt csak egy érdekesség, hogy Ariel Sharon esetében, miután meghúzta ezt a politikai, lépését, hogy kivonta a zsidókat a gázai övezetből, és hazatelepítette őket Izrael területére. Utána több sztrókja is volt, nagyon komoly egészségügyi problémái voltak, és nyolc évet töltött el kómában, mielőtt meghalt. És az ultra-ortodox zsidó közvélemény és politikusok azt mondták, hogy ez Isten büntetése volt Ariel Sharonnak, amiért ezt tette az izraeliekkel. Az izraeli politikának mai napig van egy vallási vetülete, főleg ha az ultra-ortodox oldalt nézzük, és később is fogok erre utalni. Netanyahu esetében is nagyon-nagyon sok ponton lehet ezt észlelni, ő explicit szokott hivatkozni a Bibliára, és az ultra ortodox zsidó erők azt gondolják, hogy ők ugye a Biblia tanulsága szerint Istentől megkapták ezt a földet, és hogy ezt senki nem veheti el tőlük. Ez azt gondolom, hogy a 21. században egy nagyon veszélyes álláspont, és ez legalább annyira nem szekuláris világnézet, mint amennyire az iszlám fundamentalistáknak sem az. 2006-ban fegyveres harcok robbantak ki Izrael és Libanon között. 2006-ban, ugye még ugyanebben az évben a Hamász megnyeri a palesztin választásokat. Na, ez egy nagyon érdekes. Sokan azt szokták mondani erre a választásra, hogy az arab világban ez volt a legszabadabb választás valaha. És ezt a régóta leköszönt és azóta humanitárius tevékenységeket folytató Jimmy Carter elnök is megerősítette. Ő ugyanis a 2006-os választások során ott volt tűzközelben a választások idején, a gáza jövezetben, és megfigyelt ezeket a választásokat, és azt mondta, hogy teljesen legitim a Hamas győzelme, teljesen szabad választások voltak, és a jó Hillary Clinton ezután a 2006-os választások után azt mondta, hogy el kellett volna csalnunk ezt a választást. Beismerve ezzel, hogy szabadok voltak a választások, és helytelenül cselekedett az Egyesült Államok azzal, hogy nem avatkozott be, és hagyta az iszlám fundamentalistákat, a Hamászt győzni ezen a választásokon. Azt is hozzá kell tenni, hogy azóta teljesen nyilvánvalóan nincsenek már választások a gázai övezetben, viszont azt is érdekes megjegyezni, hogy ma a gázai a Hamásznak körülbelül 35-40 százalékos támogatottsága van, de ezzel is ugye kétharmadot tudnak elérni, és így tudnak kormányozni. Ilyet ugye láttunk már, hogy 35-40 százalékkal kétharmadot lehet elérni, és ezzel bebiztosítani azt, hogy jövőben ne lehessenek teljesen szabad választások, vagy ugye egyáltalán ne lehessenek szavazások. Igen, itt most a Hamászhoz hasonlítottam a Fideszt, de most ezt tegyük is félre, Putyin Oroszországában is hasonló mintázatok figyelhetőek meg. 2007-ben a Hamas átveszi az ellenőrzést Gáza felett, miután megelőzte a pucskísérletet. kísérletet. Tehát miután hagyták a szabad választásokat végbe menni a Gáza jövezetben, megnyerte a fundamentalista Hamas, majd blokád alá vették a területet, aztán megpróbálták megpucsolni, sikertelenül, aztán pedig... Na és ha tovább megyünk, mik a közelmúlt legfontosabb eseményei? 2008. júniusában Izrael és a Hamas egyiptomi közvetítéssel tűzszünetet köt. 2008. november. Izrael megszegi a tűzszünetet. 2008. december. Izrael elindítja a Cast Lead hadműveletet. 2009. januárjában kölcsönös egyoldalú tűzszünetet kötnek a felek. 2012. novemberében Izrael elindítja a Pillar of Defense hadműveletet. 2012. novemberében az egyiptomi közvetítéssel létrejött tűzszünetről beszélhetünk. 2014. júliusában Izrael elindítja a Protective Edge hadműveletet. 2014-ben pedig augusztusban egyiptomi közvetítéssel létrejött egy újabb tűzszünet. Nagyon érdekes itt egyiptomnak a szerepe. Azt láthatjuk, hogy ebben a konfliktusban Egyiptom élet, vagy Egyiptom vállalta magára a békítő szerepet, és ezért nagyon érdekes, hogy most ebben a konfliktusban nem mondható el róluk, hogy segíteni a palesztin népet, de lehet, hogy majd az esetleges tűzszünet, vagy béketárgyalások során megint ők lesznek a békítő harmadik fél. És itt ugye megemlítettem három hadműveletet is. 2008, 2012 és 2014, ezekről azt lehet elmondani, hogy abba az izraeli doktrinába illeszkednek ezek, amelyeket úgy szoktak nevezni, hogy "morning the law, vagyis fűnyírás. A fűnyírásról ugye azt lehet tudni, hogy arról szól ez a folyamat, hogy ami megnőtt, azt vissza kell metszeni. Ezt nem én találtam ki, ez egy hivatalos doktrina, így szokták ezt emlegetni. A nemzetközi humanitárius szervezetek pedig nagyon jól dokumentálják azt, hogy ezekben a hadműveletekben miféle palesztin katonai, palesztin civil áldozatok estek áldozatul, és mennyi izraeli civil, illetve katona eset áldozatul. Körülbelül azt lehet mondani, hogy egy a tízhez, egy az ötvenhez, de adott esetben egy a százhoz is szokott lenni ezeknek a szorzója. Nyilván a palesztínok szenvedik el a több áldozatot ezekben az esetekben mindig, de erről lesz majd egy idézet, ami nagyon szemléletesen bemutatja ezt a folyamatot, és hogy mi, igazából miről is szólnak ezek a hadműveletek. Van-e joga Izraelnek az önvédelemhez? Úgy gondolom, hogy az önvédelemhez minden egyénnek és minden államnak joga van. Amíg ez önvédelem, és amíg az önvédelem narratíváját nem támadásra használják. Az, hogy egy önvédelem során miért kell kórházakat megsemmisíteni, csecsemőket lekapcsolni az inkubátorokról, megvonni a lakosságtól az élelmet, a vizet, az üzemanyagot, az elektromosságot, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ezt igen nehéz megválaszolni. Van egy általam nagyon tisztelt történész, egy brit történész, akit úgy hívnak, hogy Norman Finkelstein. Norman Finkelstein szülei, holokausztúlélők, túlélők, és a szüleink kívül egyébként minden más felmenőjét elpusztították a nácik a második világháborúban. Tehát alig ha mondható el róla, hogy ő antiszemita lenne. Ő maga is zsidó, és négy évtizede követi nyomon az izraeli palesztin konfliktust, és szeretnék tőle idézni néhány sort. Norman Finkelstein a következőket írja. Nagyon fontos sorok. 2006 óta Izrael jogi blokádot vezetett be Gáza ellen, megakadályozva az emberek és az áruk ki- és belépését. Baruch Kimmerling, a Héber Egyetem szociológusa úgy jellemezte Gázát, mint a valaha létezett legnagyobb koncentrációs tábor. 2008 végén Izrael elindította az Operation Cast Lead hadműveletet. A halál és a pusztítás 22 napja, ahogyan az Amnesty nevezte ezt a hadieseményt, ami alatt elképesztő pusztítás történt Gázában, mivel az izraeli erők a polgári infrastruktúrát vették célba. 6300 gázai ház teljesen megsemmisült, vagy súlyos károkat szenvedett. Összehasonlításképpen egy izraeli házat majdnem teljesen leromboltak a Hamas lövedékei. Mintegy 1400 gázai lakost öltek meg, akiknek négy ötöde civil volt, 350 pedig gyerek. Ebben a konfliktusban továbbá 13 izraeli halt meg, közülük három civil. Az emberi jogi szervezetek között egyeztetés volt abban, hogy Izrael számos háborús büntettel és valószínűleg emberiség elleni bűncselekményeket követett el. Barack Obama, a megválasztott elnök csendben végignézte az izraeli villámháborút. Egészen addig, amíg az azzal nem fenyegette őt, hogy elvonja a figyelmet 2008-as beiktatásáról. Ekkor utasította Izraelt, hogy vessen véget a mészárlásnak, aminek az azonnal eleget is tett. 2012-ben Izrael elindította a Pillar of Defense hadműveletet, amelynek során 8 nap alatt 100 gázai civil vesztette életét, köztük 35 gyerek, és 126 házat rombolt le teljesen. Összehasonlításképpen négy izraeli meghalt, és néhány polgári épület megrongálódott. Izrael 2014-ben indította el a Protective Edge hadműveletet. Az 51 nap alatt szisztematikusan célba vett és lerombolt 18 ezer gázai otthont, miközben egy izraeli ház semmisült meg, és az izraeli hadsereg megölt 1500 gázai civilt, köztük 550 gyermeket. A konfliktusban 6 izraeli civil halt meg, köztük egy gyerek. Miután bejárta Gázát, a Nemzetközi Vörös Kereszt bizottság vezetője kijelentette: Soha nem láttam még ilyen hatalmas pusztítást. Míg az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon, aki általában szemtelen, megjegyezte: A gázai tömeges halál és pusztítás sokkolta és megszégyenítette a világot. A Gázában elkövetett legpusztítóbb izraeli mészárlás során Obama Kötelességtudóan hivatkozott Izrael önvédelemhez való jogára. Nos, én nem akarok belemenni itt a szemtelen és aljas véralgebraába, és abba sem, hogy ki hány embert ölt meg, meg micsoda statisztikák vannak erre, csupán szerettem volna kontextusba helyezni az izraeli önvédelmet. Ugyanis ezekről a hadműveletekről azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudnak, és ennek az az oka, hogy szerettem volna ezeket megemlíteni, szerintem fontos tudni azt, hogy ez a konfliktus nem most, október 7-én kezdődött, ez csupán egyfajta tetőpont. Ez csak egy olyan forráspont, amikor a gázai leves már ledobta magáról a fedőt. Szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy nem csupán a palesztinok és az Európában szétszórva létező, muszlimok mondják azt, hogy micsoda embertelen körülmények közt élnek a palesztinok, és hogy az ottani lakossága miként bánnak, ezt nagyon sok nyugati vezető is megerősítette. Az, hogy másfél évtizede Gáza határairól Izrael dönt, hogy mi megy ott be, és mi jöhet ki, az azt gondolom, hogy egy olyan hatalommal ruházza fel őket, amely alapján kimondhatjuk, hogy ez egy koncentrációs tábor. Ez egy apartheid rendszer. Az, hogy időről időre másfél évtizede Izrael dönt arról, hogy mennyi étel, mennyi víz, mennyi elektromosság, mennyi üzemanyag mehet be a gázai övezetbe, annak semmi köze Izrael önvédelméhez. Az, hogy embargót helyeznek kilátásba a krumpli chipsre vagy a csokoládéra, annak semmi köze Izrael önvédelméhez. Az, hogy voltak olyan időszakok, és ezt szerintem nagyon kevesen tudják, amikor az izraeli állam kimondottan kiszámolta fejadagra, palesztin fejadagra azt a mennyiségű kalóriát, amivel éppen hogy csak nem halnak éhen a palesztin emberek, arra egy picit rátett, gyakorlatilag az éhezés plusz kalóriát kiszámolták, és csupán annyi élelmet engedtek be a gáza jövezetbe, ennek azt gondolom, hogy semmi köze nincsen Izrael önvédelméhez. David Cameron, egykori brit miniszterelnök és brit konzervatív politikus úgy nyilatkozott a gáza jövezetről, mint egy nyílt színi börtön. Így jellemezte, amit látott. Giora Island, a nyugalmazott izraeli védelmi erők vezérőrnagya még a blokád előtt látta a gázai övezetet, és ő mondta, hogy ez egy óriási koncentrációs tábor. Az ilyen megnyilatkozások alapján nem gondolom, hogy rá lehetne sütni ezekre az emberekre, hogy antiszemiták lennének, vagy hogy a muszlim fundamentalizmusnak a képviselői lennének, vagy a sariát próbálnák bármilyen módon is érvényesíteni. Itt ez a megszólaló, akitől idéztem, a történésztől, aki négy évtizedek kutatja ezt a konfliktust, Akinek a holokauszt során pusztult el a felmenőinek egy része, a másik része meg csodával határos módon ezt túlélte, róla nem mondható el, hogy antiszemita lenne, vagy muszlán, muszlim fundamentalista, ahogyan Ilon Pappe izraeli történészről sem, aki szintén kritikával illeti Izrael államot. Na de most, hogy mindenről beszéltem már, nézzük meg ezt az ATV-s csat 2, vitát, beszélgetést az izraeli palesztin konfliktusról. Ez sem lesz mentes tanulságoktól. Mert hogy belekezdtünk az előző adás végén a terjedő antiszemitizmus témájába, és ezzel folytatjuk. Itt már felkonferálás is érdekes, hogy terjedő antiszemitizmus, mint valami vírus. Na én ezt a fajta megfogalmazást nem tartom jónak. Nem gondolom azt, hogy aki Izrael állam ellen felszólal, vagy kritikával illeti, az már antiszemita lenne. Ugye ezért is tartottam fontosnak, hogy az elején tisztázzam, hogy mi az antiszemitizmus fogalma. Az utóbbi hetekben jelentősen megugrott az antiszemita cselekmények száma Európában. Michael Flaherty az Európai Unió alapjogi ügynökségének igazgatója szerint az antiszemitizmus az európai társadalomban mélyen gyökerező rasszizmus, amely egzisztenciális fenyegetést jelent a kontinens zsidó közösségére és az Európai Unió alapvető céljaira nézve. Ezzel együtt rogyadozik a németországi ellátórendszer az ország nyakán maradt illegális bevándorlók alatt. A probléma megoldása érdekében a kormány a Németországban engedély nélkül tartózkodó migránsok hazájával kötne alkút. Kedvezményeket kapnának az államok, ha visszafogadnák azokat, akik menedékkérelmét elutasították. Na itt, még mielőtt a vitára rátérnénk, nagyon érdekes már ez a kis összeállítás is a terjedő antiszemitizmusról, és arról, hogy hogy jelennek meg antiszemita mozgalmak, ugye Európában, illetve erre utaló cselekmények. És a zsigerből csak ránézünk ezekre a hírekre, és nem helyezzük kontextusba, nem nézünk be mögé, akkor ez valóban tűnhet antiszemitizmusnak. Én biztos vagyok benne, hogy van Európában valamekkora antiszemitizmus, nem tudom ennek a mértékét megsatcolni, remélem nagyon-nagyon kis mértékben van jelen az EU Európában, vagy világviszonylatban, de hogy ez mesterségesen generálva van, és az orosz titkos szolgálat által katalizálva, az egészen biztos, és ezekről az eseményekről, amiről szól a bejátszó, ez bebizonyosodott. Csak egy pici részleted, hadd idézzek Buda Péternek, a kiváló biztonságpolitikai szakértőnek egy cikkéből, amit a 44. en publikált nemrég. Falfestés és bomba. Orosz, hamis, zászlós műveletek és Európa, destabilizációja. Ugye, az orosz titkos szolgálatról el lehet mondani, hogy ahol tudja, ott bomlasztja az európai egységet, és titkos szolgálati módszerekkel is mindent megtesz annak érdekében, hogy alássa az európai egységet és az európai biztonságérzetet, és ezzel is minél inkább megerősítse a jobboldali, a szélső jobboldali törekvéseket Európában. Buda Péter az alábbiakat mondja. A Hamas október 7-i terrortámadását követő izraeli katonai akciók nyomán az erősödni kezdő részben iszlamista eredetű antiszemitizmus egyik jelének tűnt, amikor Párizsban ismeretlenek Dávid csillagokat festettek épületek falaira. A város zsidó származású lakói számára hitleri időket felidéző eset érthetően nagy botrányt kavart, és kiváltotta a francia politika résztvevőinek együttes felháborodását, Továbbá hozzájárult az eleve törékeny francia politikai és társadalmi közhangulat még feszültebbi vállásához. Ez eddig tisztasor. Gyorsan gyanússá vált azonban, hogy a botrányos falfestéseket elsőként az EU Disinfo lab jelentése által egyértelműen orosz befolyásolási műveleti eszköznek minősített médiahálózat kapta fel. Ezt követően több száz hasonló kapiket esetre került sor a francia fővárosban. A francia külügyminisztérium ekkor azzal vádolta meg az említett orosz médiumot, hogy megpróbálja kihasználni a nemzetközi válságokat, hogy zavart és feszültséget keltsen a franciaországi és európai közbeszédben. A francia hatóságok nyomozásának eredményeképpen aztán kiderült, hogy az akciót két moldáv pár hajtotta végre két különböző napon, mégpedig egy orosz állampolgár utasításainak megfelelően. Az elkövetők kaptak maguk mellé egy fotóst is, aki azonnal le tudta fényképezni a falra festett Dávid csillagokat. Nem lepődtünk meg, a II. világháború utáni és hidegháborús praktikákat most már nem a Szovjetunió követi el, hanem utód állama az Orosz Föderáció. Ezt Franciaországban ilyen megbízások alapján teljesítik, Magyarországban pedig az állami tévében, főműsoridőben. Na de menjünk tovább. A hatóságok megállapítása szerint az akció nagy valószínűséggel klasszikus orosz titkosszolgálati aktív intézkedés volt, mely a francia és európai politikai és társadalmi viszonyok destabilizációjára irányult. Az orosz külügyminisztérium természetesen felháborodottságot mímelve tiltakozott a vádakkal szemben hasonlóan ahhoz, amikor magukból kikelve cáfolták az Ukrajnával szembeni orosz támadásra figyelmeztető amerikai hírszerzési értesüléseket. Igen, ezek napról napra bizonyítást nyernek, hogy az orosz titkos titkosszolgált hogyan próbálja destabilizálni az európai amúgy is nagyon törékeny egységet, és amúgy is nagyon törékeny európai biztonságérzetet. Azt is tudjuk, hogy az orosz ortodox egyház hogyan van ezer szállal átszőve az orosz titkos szolgálattal. Az Eiffel torony mellett, amikor épült egy orosz ortodox templom, akkor nyilvánvalóan már gyanút fogott a francia titkos szolgálat, hogy itt felmerülhet némi nemű probléma, és később be is igazolódott, hogy ezt a templomot titkos szolgálati lehallgatásokra fogják használni, és ez bebizonyosodott, hogy ez meg is történt. Az ilyen eseteknél mindig érdemes megvizsgálni, hogy mi is a kiinduló pontja, milyen forrásokat lehet hozzá találni, miért is történnek ezek a dolgok. Én a több tízezer ember, vagy több százezer diák tüntetőt, meg fiatalok tüntetnek a Hamasz mellett nyugati nagyvárosokba, azt is azért módjával kezelném, mint veszélyforrást. Nem azt mondom, hogy ez nem lehet egy veszélyes precedens, nem azt mondom, hogy ez nem rejt magában, csírájában akár iszlamista fundamentalizmust. Én azt látom igazából, hogy ezek a nyugati diákok kiállnak egy elnyomott csoport mellett, amit szerintem helyesen tesznek, Ettől függetlenül én nem mennék ki egy ilyen tüntetésre, mert nagyon veszélyesnek tartom ezeket a mozgalmakat, de itt azért a nyugati fiatal diákoknak azért a történelmi és politikai eseményekkel kapcsolatos tudását is azért tegyük bele az egyenletbe. Nem biztos, hogy ők nagyon sokat tudnak ezekről az eseményekről, nem biztos, hogy órákon vagy politológia előadásokon olyan túl sokat tanultak volna erről, ők egyszerűen azt látják, hogy itt van egy elnyomó és egy elnyomott, és ebben egy fiatal, idealista, empatikus diák nyilvánvalóan az áldozat oldalára fog állni. Szerintem ezt nagyon fontos kijelenteni ezekkel a tüntetésekkel kapcsolatosan. Na de mi történt az ATV-n a csatton? Csatban. Fanni? Szerintem ezzel végérvényesen bebizonyosodott, ahogy most látunk az elmúlt napokban, hetekben, hogy az antiszemitizmus és az anticionizmus nem szétválasztható. Surányi Tehát Izrael támadás éri, utána Izrael önvédelmet gyakorol, és nem arról szól a vita, hogy pontosan az állampolitika mennyire helyes, nem helyes, és hogy Izraelt hogy kellene támadni, ez is része, de emellett... Zsinagógákat érnek támadások, zsidó temetőket gyújtanak föl, meghalnak zsidó emberek, és rejtik el a kipáikat sokan, mert nem szeretnének hasonló sorsra jutni. Tehát... Itt az ilyen esetekben, amikor zsidó temetőket gyújtanak fel, vagy zsinagógákat rongálnak meg, szerintem nagyon fontos ez az elkülönítés, hogy mi az, ami hír, és mi az, ami tény. És itt jön be az, hogy ki hozza le a hírforrást. Ha egy orosz dezinformációs honlapként beazonosított forrás, akkor azért lehet ennek a hitelességében kételkedni. Ha egy non-profit szervezet, egy Amnesty International hozza le ezt hírként, akkor azt gondolom, hogy ezt. Szinte tényként kell kezelni. Főleg, ha több ilyen emberjogi szervezet is megerősíti ezt a hírt. Itt én most nem tudom, kifejezetten milyen esetekről beszél ez a hölgy, teljesen életképesnek tartom, és elképzelhetőnek tartom, és ezek történnek. Én csak azt mondom, hogyha bárhol látunk egy ilyen hírt, az M1-en, az Origón, a Telexen, az Indexen, a BBC-n, nézzük meg ennek a forrását, és ennek megfelelően kezeljük a hírértékét. Az, amivel megkezdi ez a hölgy az érvelését, hogy na most bebizonyosodott, hogy az antiszemitizmus és az antizionizmus nem szétválasztható, az egy teljes mértékű baromság. Én nem is értem ezt, hogy lehetett így kijelenteni, és hogy, hogy, nem éget rá ez a nagyon könnyen megcáfolható kijelentés. Ezért gondoltam fontosnak, hogy tisztázzam a fogalmakat az elején, a mondókámnak, hogy hogy erre itt ne legyen már szükség. Mi az, hogy az antiszemitizmus és az anticionizmus az azonos egymásra? Hát nem véletlenül van erre két külön fogalmunk? Az egyik egy fajgyűlölet, a másik meg egy államnak az elutasítása. Lehet, hogy ez a kettő együtt jár bizonyos esetekben, sőt, azt gondolom, hogy az antiszemitizmust követi az anticionizmus is, de az anticionizmust még nem feltétlenül nevezhetjük antiszemitának is. Itt ezt egy nagyon komoly összemosásnak érzem, és nem tartom helyesnek. A partizánban is, ez is múlt héten előkerült, Szekeres Hanna azt mondta, hogy itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem anticionizmusról, szerintem ez nem szétválasztható, és az európai vezetők beismerik. Szerintem szétválasztható, nem feltétlenül kell szétválasztani a Hamasnál. Én a Hamas-t, ahogy az elején is kijelentettem, egy terrorista szervezetnek tartom, akikkel a lehető legkeményebben kell fellépni. Anticionistának tartom a Hamas-t és antiszemitának is, de a 2,3 millió palesztint, aki ott él a gázai övezetben, nem gondolom se terroristának, akkor sem, ha a körükben megjelennek terroristák, nem tartom őket feltétlenül antiszemitának, sokkal inkább anticionistának. Az meg, hogy a nyugati világban kimennek emberek tüntetni Izrael állammal szemben, az ne legyen már antiszemitizmus, de még csak anticionizmus sem. Én nem szeretem, amikor mindent mindennel összemosnak az emberek. Ez nagyon káros intellektuálisan, úgy gondolom. De megy egyfajta kéztördelés, hogy hát ez egy nagyon súlyos probléma, hiszen van múltja Európának ezen a területen, de igazából a tüneteket beismerik, köhög a beteg, de nem néznek utána, hogy mi okozza ezt, és nem veszik a fáradtságot, sem a bátorságot ahhoz, hogy elkezdik a társadalom szintjén ezt mélyebben megoldani. Milyen megoldás lehetne erre? Tehát én értem a célzást, és akkor én ezt lefordítanám, tehát nyilván ugye a migráció által rengeteg iszlámvallású ember került az Európai Unióba, és hát hozzájuk köthető javarészt ez a sok tiltakozás, meg nyilvánvalóan, vagy legalábbis gondolom, hogy az aktusok is, amik a, a zsidó közösségeket érik. Mi lehet a megoldás? hogy lehet eltüntetni egy társadalomból tömegeket? Erre nem mondjuk, a mondjuk vannak példák, de én nem van, szeretném azokat a példákat. Nem embereket kell eltüntetni, hanem eszmékre kell nagyon egyértelmű nemet mondani. És mivel Európa gyakorlatilag a kezét széttárva nézi, ahogy iszlamizmus söpör végig az utcáin tíz és százezreknek a tüntetéseivel, és olyan.... Iszlamizmus söpör végig az utcákon. Az iszlamizmussal való együttélés kétség kívül egy akut probléma azoknak a nyugati országoknak, akik ezt megengedték, hogy beengedték a muszlimokat. De hogy iszlamizmus söpörne végig Európa utcáin, attól, hogy kimennek az emberek tüntetni, és növekvő antiszemitizmus van Európában, amelyet a hitleri 30-as évek Németországához hasonlítunk. Én ezt nem gondolom egy fair összehasonlításnak, de mindenkinek szíve joga van eddig leegyszerűsíteni a dolgokat, és összemosni mindent mindennel. Én azt se tartom helyesnek, hogy Magyarországon be van tiltva az ezzel kapcsolatos tüntetés. Én ugyan nem mennék ki tüntetni se Izrael ellen, se Palesztina mellett, főleg egy ilyen támadás után, ami október 7-én megtörtént, de az, hogy ez, ez tilos legyen Magyarországon, az egy nagyon rossz precedens, és nagyon-nagyon rossz időkre mutat vissza. Nagyon rossz politikai hagyományokra mutat vissza, ha lehet ilyen eufemisztikusan fogalmazni emberek részvételével, akik nem hívők, csak szimplán nem értik, hogy mi történik itt, vagy ha értik, akkor nem tartják akkor a problémának. És... Na, ezzel már itt egyet tudok érteni, itt szerintem a nyugati fiatal tüntetőkre céloz a hölgy, hogy sokan úgy mennek ki tüntetni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy ezzel mit is támogatnak, és ezt én is azt gondolom, hogy probléma, és ez a tudás hiányából, a fals információkból adódik, illetve abból, hogy nincs helyén kezelve, illetve megfelelő módon megvizsgálva ez az egész konfliktus, ebben a ponton egyet tudok érteni a hölgyel. És ez tényleg egy probléma és ez az, ami most a hatóságok kudarcát mutatja, hogy annak ellenére, hogy be vannak tiltva ezek a tüntetések nem csak Magyarországon, hanem nyugat-európai országokban, megtörténnek, és nem csak a zsidók ellen, hanem egyébként keresztények ellen és a nyugat ellen is folyamatosan zajlik az uszítás. És hogyha ez az uszítás, ez továbbra is le van öntve azzal a mázzal, hogy itt a szólásszabadságot azért meg kell engedni, és belefér az, hogy a londoni rendőröket... Szerintem a szólásszabadságot meg kell engedni, és a gyülekezés szabadságát is, de itt ez a hölgy nagyon érzékeny a keresztény üldöztetésre. Csak akkor nagyon szépen kérem, hogy szólaljon fel a kínai keresztény üldözésre, és a kereszténység bizonyos formáit egyébként a jó Oroszországban is üldözik. Ezt is hozzá kell tenni, meg a megannyi országban. Nem csak a muszlim országokba. De persze, én azt mondom, hogy minden vallást, ahol üldöznek, az ellen fel kell lépni, és az embernek a szolidaritását kell kimutatnia, főleg, ha egy testvérnépről van szó. Úgy, mint keresztényekről, vagy úgy, mintha a mi keresztény esetünkben egy testvér vallásról, a zsidókról. Ahol zsidókat üldöznek, ott úgy gondolom, egy jó kereszténynek kutya kötelessége kiállnia mellett. De akkor álljon ki minden esetben. Ne válogassa meg ezeket a kiállásokat annak mentén, hogy éppen ez milyen politikát szolgál. Az jutott nekem eszembe, hogy, hogy várnál te is már valami hivatalos reakciót, bármelyik nyugat-európai államtól vagy az USA-tól, de hát itt komoly választások előtt áll mindenki. Olyan, olyan fejvakargatás van szerintem, hogy kinek a kegyeiért kéne harcolni, mert ez az izraeli palesztin konfliktus most szerintem annyira borított minden mérést, hogy, hogy Nyugat-Európa összes pulai Andrása most halálos gyorsasággal dolgoznia kell, és, és folyamatosan szerintem adatsorokat néznek, mert egyszerűen most van az, hogy kinek a kegyért kell dolgoznunk, és kinek a kegyért kell választási kampányokat összeállítani, mert szerintem Jól látszik, hogy egy ilyen fideszes, megmondó ember csak is ilyen ö, utólagos racionalizációban, illetve érdekmentén tud gondolkodni. Azt vizsgálja meg, hogyha nyilatkozik valaki, akkor azt milyen érdekmentén teszi, csak is azért teheti, mert a grafikonok ezt mutatják, és így tud felhajtani a lehető legtöbb szavazatot. De mi van, ha valaki meggyőződéses, és azért mondja azt, amit gondol? Nyilván ez fel sem merül benne, és itt egy olyan tévedésbe is belefut, hogy fejvakarva a nyugati vezetők nem tudják, hogy miket nyilatkoznak. Ez nem igaz. Nagyon sokan nyilatkoztak az ügyben, elítélték a hamást nagyon elvágólagosan. Biden elnök is elítélte azonnal, és mindenféle támogatásáról biztosította, netanyahu -t. És egyébként Netanyahu is nagyon határozottan fellépett az ügyben, és nagyon sokszor artikulálta az ő álláspontját, amiről szintén el lehet mondani, hogy nem mentes a vallási töltettől. Nagyon érdekes megfigyelni a beszédeit, ahogyan folyamatosan utal a Bibliára. Az első megszólalásai között is volt egy ilyen, csak egy fél percet hadd mutassak belőle. Netanyahu beszédeiben többször is felelhető az a kifejezés, hogy az amálék. Az amálék az egy népcsoport, ami a Bibliában rivális népségként megjelent, ugye Izrael földjén, és a zsidóknak feltett szándékuk, hogy őket kiűzzék, kiírtsák erről a földről, ugyanis az új szövetség értelme szerint ők Istentől kapták ezt a földet, és ez csak is az övéké lehet, és a 21. században erre hivatkozva, hát ö, alig ha túlzás kijelenteni azt, hogy ez is egyfajta vallási fundamentalizmus, itt az a beszéde lesz bejátszva, körülbelül fél perc, amikor ugye reagált először az október 7-i támadásra. És biztosított mindenkit arról, hogy itt kőkemény válaszcsapások lesznek, és hogy Izrael földjéről az amálékat ki fogják írtani, űzni. They are willing to fight, fight. Full force. Against an enemy, that there is no other enemy as cruel as it is. They want to retaliate for the horrific acts that these people conducted against our children, parents, sisters, brothers, and friends. They are committed to completely eliminate this evil from the world for our existence. And let me add, for the benefit of all of humanity, the entire people, and all of Israeli leadership, we all embrace them and believe them. You must remember. what Amalek has done to you, Bible, Na itt hangzott el ugye ez a részlet, hogy az Amalek a szent írás szerint mit követnek el Izrael ellen, és ezt milyen módon kell megbosszulni, megtorolni. Na de vissza az Antikristus tévére. Merről van most itt szó. A másik pedig az, hogy ő... Egyszerű állampolgárként innen a biztonságos Magyarországról rohadt kíváncsi vagyok, hogy akár mindjárt itt, itt öten mi a válaszatok, amikor ezeket a videókat látjátok. Én beleborzongok, nem mondom extra félős embernek magam, de borzasztó rossz érzés kerülget, amikor látom Berlinben azt a kis mikrofonnal, kis hangszóróval kiálló emberkét, aki folyamatosan közli az ott élő őshonos járókelőkkel, hogy egyébként nektek annyi, Európának annyi, és majd a mi szabályaink szerint fogunk. Itt élni, hogy tényleg nem vagyok egy tulok, De hogy nem megy oda egy berlini őslakos és vágja képen. Tudom, hogy nem ez a megoldás, de egészen egyszerűen. Az aztán megoldaná a problémát, ha valaki képen vágná. Illetve ilyen egyedi esetekből nagy általánosságot vonni és hangulatot kelteni, szerintem nem helyes. Rengeteg keresztény, radikális, keresztény fundamentalista őrültet lehet találni a világba, az Egyesült Államokban pláne. És szerintem nem lenne helyes ilyenekkel ijesztegetni vagy uszítani a kereszténység ellen. Ennek én nem látom sok értelmét. Ahogyan ennek az érzelmi viszonyulásra alapuló ö, politikai felszólalásnak sem, ami itt elhangzott. Én érzékenyek a politikusok, hogy hogy tudnak erre reagálni, ami megbénítja Nyugat-Európa számos országát valóban. Én annyit tudnék ehhez hozzátenni, hogy először is az amerikai politika az nagyon gyorsan válaszolt, és nagyon határozottan, ugye a Biden feltétel nélküli támogatásáról biztosította Izraelt, amit érdekes, ami számomra érdekes értelmezéseket vett fel, hogy egy apartheid gyakorlatot folytató Izrael állam, ami most éppen etnikai tisztogatást végez, az Mit, mit jelent itt a feltétel nélkül? Nem, nem Átülhetek a mellé? Ne, ne, nem, nem tudom, milyen műsor leosztása, folytatni. de azt szeretnék <laughs> odaülni. Itt egy nagyon komoly dolog hangzott el Somi Zoltán részéről, aki egyből Gödri Bulcsú mellől át szeretne ülni az elhangzottak miatt a másik oldalra, mert ő nem hajlandó egy kanapén sem helyet foglalni azzal az emberrel, akinek ez a véleménye, amely egyébként, hogy Izrael egy apartheid rendszer és etnikai tisztogatást hajt végre, ez tényszerű. Ezek az utóbbi évtizedekben dokumentálva vannak, emberjogi szervezetek megerősítették, közgondolkodás tárgyát képezik, és egy ilyen kijelentés miatt, ilyen demonstratíve kijelenteni azt, hogy innentől kezdve Gödri Bulcsúval Somogyi Zoltán nem hajlandó egy kanapén ülni, vagy egy oldalon ülni, egy vitaműsor keretein belül, az egyébként jól beárazza az egész magyar értelmiségi közeget, és azt, hogy miféle gondolkodó elitet, miféle értelmiségi réteget sikerült itt Magyarországnak létrehoznia a rendszerváltás után. Itt ugye lehet gondolni a 12 dühös embernek az ikonikus kivonulós jelenetére, amit ugye megtörtént a parlamentbe is. Lehet gondolni itt a nagy elhatárolódásokra, lehet gondolni arra, hogy a vitakultúra az hogy pusztult le az utóbbi évtizedekben Magyarországon. Nem, mintha lett volna bármikor is, de lehet, hogy lenne értelme ezt elkezdeni építeni. És nem demonstratíve, ilyen undorító koreográfiával elhatárolódni attól, akivel nem értünk egyet. Főleg akkor ez nagyon problémás, ha valaki tényeket sorol. Ez volt Gödri Bulcsunak ebben a témában az első megszólalása, és a második mondatánál már elhatárolódtak tőle, illetve kinevették. Ez az elhatárolódás kultúrája, a kirekesztés kultúrája, ez a közbeszédben gondolkodó emberek által a lehető legrosszabb magatartás, úgy gondolom. Nézzük meg még egyszer. A gyakorlatot folytató Izrael állam, ami most éppen etnikai tisztogatást végez, az Mit, mit jelent itt a feltétel nélkül? Átülhetek a Fanni mellé? Nem, nem, nem tudom, milyen is leosztása, de azt át, át szeretnék <laughs> hogy Tehát úgy, hogy ezen, Kétszer is kijelenti, hogy ő át szeretne ülni ködri bulcsú mellől, mert nem ért vele egyet. Egyébként tényekben. Sokat elárul ez Magyarországról ám. Fölülemelkedjünk. Tehát kérlek szépen, hogyha úgy gondolod, hogy etnikai tisztogatást végez, és apart, egyrészt szerintem két külön dologra beszélünk, de amennyiben a te fejedben vagy, ez egyben vagy, ez mit jelent? Tehát mondd már el légy, mert szerintem a nézők is kíváncsiak, ezt annyiszor hallják az emberek, hogy Izrael apartheid, és hogy etnikai tisztogatást végez. Mindjárt, mindjárt, mindjárt oda is eljutunk, de a megengeditek. Ez sajnos tényszerű, és ezermillió dokumentummal alá van támasztva. Külön videókat lehetne erre szánni, csak megnézni, hogy mik voltak az etnikai tisztogatások, amiket végez Izrael állam, vagy mik voltak az apartheid intézkedések, jogfosztások, esetleges, részleges genocídiumok. Ezek, ha utána néz az ember, nehezen képezhetik vitatárgyát, maximum diskurzus tárgyát, azt mindenféleképpen. Befejezem az előző gondolatot is. Szóval a Biden 11%-ot vesztett a népszerűségéből az amerikai uh, demokrata szavazók között, ami biztos, hogy felvett kérdéseket. Nyilvánvaló, hogy felnőtt egy generáció amelyik teljesen más gondol Izrael politikájáról, mint, mint előtte bármilyen más generációk. Muszáj ide raknunk, mert sajnos ilyen közéletbe élünk, itt is meg világszerte mindenhol, hogy természetesen az antiszemitizmust minden formájában írtani kell, és természetesen Abszolút. a Hamasz bármilyen támogatása az alapvető humánus ért, ért, értékeinkkel megy szembe. Természetesen azok a bevándorló csoportok, akik bármilyen sariát szeretnének bevezetni, azokkal szembe az európai értékrend mentén a lehető leghatározottabban Abszolút. Minden típusú fundamentalizmusa szemben ezeknek a szekuláris tá társadalmaknak nagy részvédelte Most jön a de. Nem, nem jön a te fundamentalizmus. Mi volt itt a Gödri Bulcsnak a fundamentalizmusa? Ez körülbelül olyan, mintha ha valaki a Hámást megnevezi, mint terrorszervezet, vagy mint antiszemita szerveződés, akkor azt mondjuk rá, hogy hát micsoda fundamentalista álláspont, amit képviselsz. Nem, ez tényszerű, úgy gondolom. Szóval akkor válaszolok a kérdésedre, tehát mit nevezünk apartheid gyakorlatnak, ugye ez a, ennek többfajta definíciós kísérlete volt. Ugye a dél-afrikai történetek után ennek a definíciónak volt egy tágabb értelmezése, ma úgy értelmezünk az apartheid rendszereket, hogy olyan társadalmi berend berendezkedések, ahol fai alapon kettő típusú ember van, egy elnyomott meg egy elnyomó típusú, és a kettő a két népcsoportnak teljesen mások a jogai és a lehetőségei. Nem értem, vagy nem látom, hogy ebből melyiket ne teljesíteni Izrael a palesztinokkal szemben, ahol teljesen ilyen típusú Milyen kettős módon? gyakorlat. Ez egyébként a gázai övezetre teljes mértékben és minden szempontból értelmezhető, az, ha egy területen mindenféle ki- és bejárási jogot egy másik erő gyakorol, az, ha a tengeri kiáratát, a légterét Izrael kontrollálja Gázának, az, ha a ki- és bemenő élelmet, vizet, áramot, üzemanyagot, munkaerőt kontrollálja, más jogi elbírálásban részesítik ezt a másik etnikumot. Ez azt gondolom, hogy kimeríti az apartheid rendszernek a definícióját. És itt most a gázoljövezetről beszélek, de ugyanennek a felvizezett formája érvényes Cisjordániára és Izrael egyéb területeire is. Részei a palesztinok az izraeli társadalomnak? Hát az izrael állam részei úgy. De kicsodák? A palesztinok. Vannak izraeli állampolgárok, vannak. akik palesztinok, arabok, teljesen egyenjogúak, hm. mint a zsidók, pontosan ugyanazokkal az esélyekkel, neszed képviseletük van, ha megfelelő képviseletük lenne akár. Ugyanazok az esélyeik, na hát ez, ez tényszerűen nem igaz. Hm. És már voltak is kis kormánypárba is kerülhetnek, és vannak azok. Akik a van. Teljesen hm. szabad a vallásgyakorlásuk, és vannak azok, akik nem Izrael állam területének, hm. Izraelnek, Izrael által, az izraeli kormány által. Teljesen a mindennapjaikat sem azt szervezi, hogy Izraelben mi történik. Azt Nem, nem gondoljuk komolyan, hogy a gázai övezetben élő palesztinoknak ugyanannyi joguk van, mint az izraelieknek. Egyébként, hogy más, más, más példát nem mondjak. Ez nem az de... izraeli állam terület része, Szó... sőt, onnan teljesen a semmiféle de... izrael. Izraelnek semmi köze nincs a gázai övezethez, azon kívül, hogy körülötte és benne mindent kontrollál. Izraelnek semmi köze nincs a gáza jövezethez. Se az, hogy ki jár be, ki jár ki, mik mennek be, mik jönnek ki, se a tengerét nem kontrollálja, se a légterét. Semmi, semmi, az egy teljesen szabad terület, ugye? Sajnos nem. Mertnek itt dolgok nálad, azt kell, hogy mondjam. Mm -hmm. Világos. Ellenőrzés alá nem, nem. tartozik. Tehát ez teljesen a hamas nem Nincs a szabad mozgás, a szabad mozgáshoz való joguk, de egyébként természetesen, hogyha egy palesztin állampolgár elhagyja gáza jövezet területét, akkor ő oda nem mehet vissza. Én bármikor, hogyha be tudom bizonyítani, hogy Izrael államhoz tartoznék, akkor én oda kimehetek. Tehát azért úgy érzem, hogy ez, ez a fajta... Ez Ez rosszul tudod. Nem tudom, lehet, hogy valamilyen buborék az megtámadott téged ebben az... Könnyen a... lehet. Tehát, a, tehát gázából... A buborék megtámadta Gödri Bulcsút, mert nem ért egyet a vita partnereivel. És itt sajnálatos módon Gödri Bulcsú kettő mondatot nem tud elmondani, mert azonnal a szavába vágnak, és azt gondolom, hogy túlságosan udvariasan ő mindenkit végighallgatott, és nem igazán ragaszkodott ahhoz, hogy ő elmondhassa a véleményét, udvariasan elhallgatott, amikor a szavába vágtak, és azt gondolom, hogy ez a tévés formáció, formátum, bocsánat, nem is alkalmas arra, hogy ilyen komplex konfliktusokról beszélni lehessen. Ez ugye, gondolom több mint egy órás volt az a felvétel, ebből vágtak 55 percet, ebben három vagy négy témát szoktak megbeszélni, így gyakorlatilag mindenkinek egy-egy témában van egy megszólalása, és akkor ahhoz mérten, hogy ő mennyire követeli ki a szavát, tud egyszer vagy kétszer riposztolni a másikra, ez teljesen megöli a komplex gondolkodást, teljesen alkalmatlan vitára és komplex kérdéseket egyszerűen nem lehet kifejteni. Ehhez minimum egy-két órás beszélgetésre lenne szükség, hogy két vagy három fél leüljön, és akkor Tényleg alaposan, tények alapján szét lehessen cincálni a másiknak az érvelését. Én egyébként tervezek ilyeneket a csatornámon. Én ezeket a beszélgetéseket tartom igazán fontosnak, amikor hosszú formátumban az embernek gyakorlatilag korlátlan ideje van arra, hogy kifejtse, a véleményét alátámassa tényekkel, érveljen mellette, meghallgassa a másikat, reflektáljon rá, és így alakuljon ki a végén egy vitából, egy beszélgetésből valami. Hogy ilyen körülmények között ez nem tud kialakulni, az egészen biztos, főleg ha az embernek minden második szavába belevág egy MCC-s droid. Gázából kiártak ki korábban dolgozni Izraelbe, és este visszamentek a gáza jövezetbe. Teljesen kontrolláltam, igen. Gáza, miért is a pártheid? Az elmúlt 75 évben Izrael folyamatosan rezervátumban kényszeríti a palesztin lakosságot, ez szerintem egy olyan tény, amivel nehéz vitatkozni. De, ezek, nem ezek... arra, hogy de nem tudok el... Ezek... Nem a, szóval. ezek... a fölött, hogy 75 évben, tehát oké, egy te kincsük úgy, hogy mondjuk 48 óta Izrael állam megalakulása óta, milyen palesztin rezervátumról beszélünk, amikor Gáza fölött Egyiptom, és Cisziordánia és kelet jeruzsálem fölött Jordánia gyakorolt megszállást. Tehát az milyen, milyen rezervátumokról beszélünk? Amikor... Ezt nem gondolhatja komolyan ez a hölgy, ezt nem mondhatja komolyan, amit most elhangzott a szájából. Akkor Izrael részéről. Arról beszélek, hogy a palesztin közösséget, a palesztin államot folyamatosan erodálja Izrael állam, erről szól az elmúlt néhány évtizednek a története, folyamatosan minden megtesz, egyébként az erőszakos telepes politikáról is beszélhetnénk természetesen, és folyamatosan korlátozza a mozgási jogukat, azért nem gondoljuk, hogy egy átlagos palesztinnek az élete az nem hasonlít nagyon egy nyitott börtönben való élethez. Nyilvánvalóan azokat a jogi lehatárolásokat meg lehet tenni, és ilyen módon tisztán lehet tartani a kezünket. Teszem hozzá egyébként a Netanyahu, elég sokat tett azért, hogy a, a, a Hamas legyen a sikeres a fatah szemben. Egyébként teszem hozzá a Hamas egy borzasztó felfoghatatlan terrorszervezet, és nyilván azóta nincsenek szabad választások. Egyébként igen, és itt azt is el lehet mondani, hogy Netanyahu tudatosan nem akarta megszüntetni a Hamas általi veszélyeztetettséget, mert ebben a folyamatos háborús hangulatban tudja ugye saját magát újra és újra legitimáltatni azáltal, hogy ő vívja meg ezt a harcot a Hamas ellen. Ez kísértetiesen hasonló egyébként a magyar közélethez, ahol Gyurcsány Ferenc testesíti meg a Hamaszt, akit folyamatosan előtérben kell tartani, hogy ő vele vívja meg Orbán Viktor folyamatosan a háborúját. És egyébként meg ott vannak az állampolgáraink. Mit lehet csinálni? Biztos-e az, hogy 1,1 millió ember átcsoportosítása egy 24 órás parancsot kaptak, egyébként teszem hozzá maga nyilatkozott, angol nyelven voltam, ami szerintem eléggé beszédes, önmagában is. Nyilvánvaló volt, hogy, a, hogy mondjam, tehát azoknak, akiknek van esély és ismeri az alagútrendszereket, például mint Hamas, az egészen szépen fog tudni közlekedni, a civil lakosság pedig az a 8 vagy 10 vagy 12 hídon nem biztos, hogy olyan könnyen át fog érni. Egyébként. Főleg a bombázzák azt. Voltak bombázások is ezügyben. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek az akciók, azok a biztos jogos önvédelemből, csinálta ezt Izrael. És egyébként az a hivatkozási alap, amivel a kórházat megostromolta az izraeli védelmi szervezet, arról sem bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy az lett volna a Hamasnak ugye a főhadiszállása, amiről szóltak a híradások. Persze találtak ott egyenruhákat, fegyvereket és alagútrendszer van alatta, de hát egész Gáza alatt egy 100 kilométeres alagútrendszer van. Ebbe nem gondolom, hogy bármi meglepő lenne. Az meg, hogy túszokat tart fogva Hamász, az úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, és mindenféleképpen én nagyon amellett állok, hogy engedjék szabadon ezt a 240 túszt, hogy mi hamarabb hazatérhessenek, és kiszabadulhassanak, de emellett azt is gondolom, hogy a 2.300.000 túszt is szabadon kéne engedni. Gázából. Akik ugye 70 ban menekültek, vagy menekültek leszármazottai, és több mint fele gyerek. Zori, Egy gondolatot hagyd mondjak zon... erre, mert nem szóltam. A, a, annyira nem vagyunk vakok itt a stúdióban, hogy bulcsunak most jelenleg ez a külön utasnak számító véleménye, ennek van hátországa itthon Magyarországon. Nagyon durva, hogy aki a központi dekrétummal nem ért egyet, árnyaltabban látja, vagy inkább tényalapon szeretné a kérdést megközelíteni, az már különutas véleménynek minősül. Ezt problémának tartom. De hát nem lepődtünk meg, hát elvégre is Magyarországon élünk. És ha egyetlen célom volt ezzel az egésszel, akkor az az, hogy próbáljuk meg árnyaltabban nézni az eseményeket, és egyetlen egy dolgot szeretnék elkerülni. Azt, hogy ez alapján, amiket itt elmondtam, belegyek kategorizálva egyfajta dobozba, hogy a mai humánus elgondolás Magyarországon és úgy nemzetközileg, meg a földbolygóra tekintve az, hogy teljes válszélességgel be kell állni Izrael mögé, és bármi módon kritikával illetni ezt a fajta politikát, ellenvéleményt megfogalmazni, vagy a humanitárius bűncselekményeire rámutatni, az egy különutas vélemény, egy palesztin párti, egy iszlamista vélemény. Nagyon remélem, hogy nem ez az üzenet artikulálódott ebből a megszólalásomból, mert ha igen, Akkor valamit Sorry, seriously, uh, can I give you some fucking fruit juice or I crop? love some fucking yeah. fruit juice? Yeah. I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocity? Do you unreservedly condemn? Will you now take the opportunity to condemn? Are you prepared to condemn it? Yes. Do you unreservedly condemn? And you know what is similar? Is when you spread the lies of 40 decapitated babies, although it was refuted, you are planting a certain image. Well, who with has a said a certain that? trigger in people's mind. Who have said, said that? 40 decapitated who has said you that? have you have repeated No no, I haven't. What? I've never said that. I choked up earlier reading this new revelation about 40 babies being killed. Some of them being beheaded. They may, it emerged last night, have even beheaded babies. One report tonight. Says that maybe 40 babies were murdered, some of them beheaded. I've never said that. Never.